pedig, hogy alszik! Kérem, na, láthatja. Semmit sem látok ebben a vaksötétben. Olyan sötét van, mint a vakon gyufa, míg hajtja. Össze ne törjön már valami. Össze beléd. Csináljon már valami fényt, fiam, mit áll ott? Sajnos nem tehetjük, urak. Maga lehet, hogy nem tehet. Ide én akkor is megkeresem azt a nyomorult kapcsolót. Hagyja, hogy áll! Ezt a katyvaszt! Nem is mondta, hogy földrengés volt maguknál. Sejtelmünk sem volt róla, uram. Vagy kitört a háború? Még nem olvastuk a mai lapokat, nem tudunk semmiféle háborúról. A gazdája és az asszonya között sem? Hová gondol, uram? Nézze, fiam, a maga gazdája az én barátom, Lucien Petitbon, aki ma reggelig a világ legfontosabb sebésze hírében állott, ma reggel nem érkezett meg a 8 órára kiírt műtétre. Tudja, micsoda tragédia származott ebből? Meghalt a beteg? Hogy halt volna meg, mikor még hozzá se nyúltunk? Pedig csak az lett, betörők nem járhattak itt, mert szegény, mint a templom megere. Ellensége nincs, legalábbis nekem nem panaszkodott, csak a feleségére. Na, ezt vissza kell utasítanunk. Az én asszonyom és Petitbon doktor 10 éve élnek a legboldogabb házasságban. 10 éve hajkunkat egy hangos szó, nem volt Merekedés. Akkor csak is egyetlen dolog történhetett. Mi? Az én Lucien barátom egyszerűen berúgott. Mi soha nem fogyasztunk alkohol. Ki beszél itt magáról? Ki beszél itt róla? De meg mi ez a mi boldogan élünk, mi soha nem fogyasztunk alkohol? Bocsásson meg, uram, de jobb körökben egy főkomor... Lel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 
figuráját. Hát hol vannak itt a jobb körök? A halas kofáknak rövidesen vége oda. Mi rövidesen a valódi Párizs, a valódi jobb körök házi orvosa leszünk. És ezt ki mondta? A szűz. Miféle szűz? Az Orleáni. A zsándark? Sugallatunk volt, uram. Neked? Hát, de úgy, asszonyunknak. Most már értem, miért dudta fel magát és a lakást szegény Lucien. Nem lehet könnyű egy vallási rémületben leledző asszonnyal és egy félbolond dínassal. Na, magas elég volt, ahogy ezt a gúnyát, fiam. Valóban nem, uram. Júliusban még fűtő voltam. Na, júliusban még én is szívesen lennék fűtő. De jelenleg főkomornyik és házi kertész. Az se rossz, bérházi kertész egy 7. emeleti lakásban. Kertészi jogosítványom jelenleg a Luxemburg Park tanulmányozására korlátozódik, de ha majd átköltözünk... Merszájba mi? Ahol maga ápolja a kertet, a gazdája 14. Lajos, az asszonya meg az Orleáni szűz égési sérülése. Hármukat meg az elme orvosa. Elég volt. Lucien, ébresztő! Lucien, te csinyakó, ébredj, várnak a műtőben! Már elmúlt dél, ki fognak rúgni! Mi volt ez? Micsoda? Mióta tartanak kutyát? Mi nem tartunk kutyát. Megmernék esküdni, hogy egy kutya morgását hallottam. Akkor az úr ébredezik. Igen, ez ő. Lucien! Monsieur Petitpont. Mi van? Azonnal kelj föl! Na hát, azt hinné az ember, hogyha nem is innen Petről, hanem valamannak innen jönne a hang. Lehetek. Lucien, hol vagy? Hol lennék az ágyamban? Na, most. De hiszen ez a hang innen a kanapé alól jön. Mi nem szoktunk nyugovóra térni, butorok alá. Akkor emelje meg, milord. Kérlek. Na. Jaj, Istenem! Petitpont, te mi az ördögöt csinálsz itt? Hagyjál, hajtom! Lucien, ébredj, 8 óra óta rád vár a műtő! Műtő? Miféle műtő?
elszakadt az ágymennyezetem! Az ágymennyezetem. Te meg miért állsz az ágyamon? Én a földön állok, barátocskám, miként te is a földön alszol. Földön? Pontosabban a kanapé alatt. Hogyan? De így tessék. Á, a barbosát, sírta rám ezt a kanapét. Azonnal meg már lerúlom a szőrűn. Jaj, a fejem! Hát ugye, hogy eltaláltam. Tipikus ebrius exhalat. Vagy, ahogy a német mondja, katzniammer. Katzniammer? Mit zagyvászít össze? Mi van, már nappal van? Még egy rövid ideig, úgyhogy igyekezz, ha ki akarod használni a mai napot. Ó, atya uram, a segítse fölkelni. Egy ilyen, lehet ugye nem áll szándékunkban az egész napot a lesztele partnőn eltölteni. És ha igen, ha nekem jól esik a földön üldögélnem, ha nekem direkt ide volt kedvem feküdni, mert az ágyamban túl meleg volt. Ahogy óhajtja, ura. Akkor most fölkelek. Mert kedvem van fölkelni. Felteszem, nem kell tülengedét kérnem rá. Természetesen nem, uram. Hozom a szalonkabátját. Kissé nyűgösek vagyunk, ha a kanapé alatt alszunk. Elég kínos, ha az ember ti helyzetben látja az inasa. Mi ez az őrület itt nálad? Libériás inas, felsőbb körök. Barátom, ne is mondd, engem borzalmas csapás ért. Miféle borzalmas csapás? Szeret a feleségem. Mi ebben a csapás? Eltökélt, hogy boldoggá tesz. Még mindig nem értem. Az én Gabrielem, hogy legyen áldott a nap, amikor elvettem, úgy tekint rám, mint valami félistenre, mint a század legnagyobb elméjére, akinek a helye nem itt van ebben a sárfészekben, hanem az akadémián, a halhatatlanok közt. És ezért a maga módján mindent meg is tesz. Eleinte még csak a templomba járt, és csak a jó Isten kért, hogy nevezzen ki engem akadémikusnak, később ellátogatott a szent helyekre. Járt Lourdesban, Nîmesben, Aix-en-Provence-ban, még Mekkába is elzarándokolt volna, ha nem kap viszeret a lába. Így azóta nem ő jár a szentekhez, hanem a szentek járnak mi hozzánk. A lapokban is meglátogat őt álmában maga. Az orleáni szűz. Honnan tud? Mondta a feleség. Ja, de hogy. A szűz? Igen, a fejem! Minek iszik az olyan, aki nem bírja? Yeah. Bár annak utána, amiket elmondtál, meg tudlak érteni. Látod, ezért vagyok én nőgyűlölő. És megrögzött a legény. Engem nem fog egyetlen nő sem a sírba, sem a kocsmába üldözni. És ezért nem leszek én soha egyetlen másodpercig házas ember. Még tréfából sem. Na, érdemes így berúgni egy nő miatt. Gondolod, hogy berúgta? Nem emlékszel rá, hogy itt áll? Ne. Akkor berúgtál. Várjunk csak. Jaj, a fejem! Arra az egy pohár pesgőre emlékszem, amit tegnap este örömömben megittam. Örömömben? Örömömben. Erre még bánatos voltál. Miért nem volna, hogy tegnap este bánat? Mert szeret a feleséged. És mi ebben az öröm? Na hát ezt kérdezem én is. Ember, én tegnap este örömömben megittam egy pohár pesgőt. Aztán egy másik helyen még egyet. Vagy kettőt. Márpedig a feleségem miatt nem ihattam, az Isten szerelmére el ne árult nekem. Jó, jó, kinevez, kinevez, tudom, kinevez, akkor is szeretem a feleségemet, igenis szeretem, és boldoggá akarom tenni. Elviszem őt ebből a halszagú életből oda, ahová való, az igazi Párizsba, ahol az életet nagybetűvel írják. Szóval a Moulin Rouge-ban rúgtál be. Ki beszél itt részegségről? A részegség csak következmény. Na, a házasság következménye. Annak, hogy sikerült, hogy kész, hogy elkészült a nagy mű. Írtál egy ötszervonásos tragédiát, az orleáni szűzfelét, Johanna mágiát. Feltaláltam és elkészítettem az altatógépet. Altatógépet? Tudod, amiről medikus korunkban csak álmodoztuk, hogy milyen jó lenne egy gép, ami egyetlen gomnyomásra, sújt, elaltatná a beteget. Aztán egy másik gomnyomásra, sújt, felébreszteni. Nem volna többi kloroform, se fájdalom, se rosszul lép. És te feltaláltad. Fel és el is készítettem 10 éve minden titkos percemet, minden titkos pénzemet ebből öltem, és nem szóltam senkinek. Még neked sem, mert féltem, hogy kinevetsz. Még Gabrielnek sem. Azt az utam, hogy éjfélig a betegeimet járom közben, egy küldtel ki garázsban éjszakára, éjszakára. Dolgoztam.
Még nem tegnap este. Pontosan 8 óra 22 perc 20 másodperckor a villanyszerelőm elaludt. Aztán a lakatos is. Ennyire elmosatlettek a sok éjszakát? A felét a géptől, mert belejöttek előbb az egyikébe. Súgy, megnyomta a gombot és már... Aztán meg súgy, megnyomta a gombot és fölébredt és nem érzett semmit, érted? Semmi sikerült! Hát ezért értem be az első mulatóba, és ittam meg 10 év után először egy pohár peskő. Aztán még egy. Aztán meg még. A kalácsonyok. Uram, mi a szó a kalácsát? Köszönöm szépen. Hozhatom az ebédet, uram? Ebédet? Te meg akarsz ölni? Meg akar etetni, mikor ilyen állapotban vagyok? Lásd ki, te! Gyilkos, te! Te, ne gyűjtsd el, nagyon szépen kérek, ne gyűjtsd el, majd szétreped a fejem, te is meg akarsz ölni? Te aztán jócskát felültettél a garatra, drága barátocskám, amilyen állapotban vagy. És most csak láthatom én is azt a csodagépet, vagy úgy létezik ez is, mint a feleséged látomása. De aztán délre ígérték a szállítók, már itt kellene, hogy legyen. Látszik rajtam valami? Nem, csak úgy nézel ki, mint aki egész éjszaka halott virasztáson vett részt. Nagyon jó. Nagyon jó, ezt fogom mondani, csak tedd hozzá, hogy te voltál a hullám. Tükiát! Felkeltél, megint egész éjjel, a betegeid mellett virasztottál szegény drágám, még hajnal 5-kor is üres volt a helyed, és amikor felébredtem, na hát olyan édesen szuszogtál mellettem, hogy mellettem, észre se vetted, hogy megcsókoltalak. Megcsóltette. Mi az, hogy te? Megcsókoltalak. Teljesen a fejedre húztad a takarót, csak a homlokod látszódott ki. Hát homlokon csókoltalak. Mi ebben a furcsa? Semmi, egyáltalában semmi. Jó napot, doktor! Asszonyom! Lucien! Te zöld vagy? Zöld? Zöld! Maga is úgy látta, doktor? Zöld. Mi történt veled, drága? Reggel mindig zöld vagyok. Nem vizsgálnám meg? Na, megvizsgál. És mit állapított meg? Ebrius exhalat. Jézusom! Ebrius exhalat. Lucien! Ebrius exhalat, mond van ilyen hirtelen? Mit adjak neki, doktor, egy kis alkohol? Ne, alkohol nem. Hát akkor mi? Ammóniákot. Ammóniákot. No, szalmiák szesznem, meg jó? Az is jó, de jobb, ha ammóniákot is. Jó, hozom. Hülye! Ammóniákot akarsz velem itatni? Hát mit itassak azzal, aki a kanapé alatt alszik, és közben a felesége az ágyában csókolgatja? Hát ez nekem se tiszta. De jó Isten, csak nem lettem alvajáró. Mit mondod? Én nem szóltam. Teljesen tisztán hallottam, hogy azt mondtad, Nem, szerintem te mondtad, hogy Te, az a hálószoba felől jön. Van már valaki? Biztosan az orleáni szűz. Azonnal jöjjön ki, ha van benn valaki. Szervusztok! Na hát, öregem, most aztán jól nézel ki. Mi ez? Na hát, viszont jól nézel ki. Mi ez? Hát ki ez? Hát imádlak, amikor így dadok cukorpalak, vagy megtudnálok szabályra. Arról szó sem lehet. Én meg nyerők, mi ez az egész? Ki maga? Hogy került ide? Édes, azt kérdezi, hogy kerültem ide? Hát imádlak! De kérem, én nem is ismerem magát. Hogy került az ágyamba? Oda kapok. Te most lököd a rizsát? Idegen. Tényleg azt kérdezni tőlem, hogy kerültem az ágyába? Én azt tudni akarom nekem, jogom van megtudni. Hagyd már, az a ronda röhögék, nincs ezen semmi röhögni való. Bizony, felszorítom.
Válaszoljon. Ki maga? Na ide figyelj. Itt egy kalap, ott egy kalap. Megeszed te, cukorfalat! Hát ez vagyok én. Az osztrigás Mici. Az osztrigás Mici a Maximból. Te csukom. Akivel tegnap este jól befintáztál, te nem is tudja, ki vagyok, kis barna hajas baba. Mind a kettőnknek bánata volt, engem elhagyott a kornyó. Őtet elhagyta valami szűzorgán. Vagy oda szökött, mert nem tudom, én erre már egészen tisztán nem emlékszem, hogy esetleg székés tüzecske lehetett, az azt meg is mondta, nek ide hiába, mert csak bőgött a nagybűlű szemeire. Én is bőgtem, hogy találjon meg a kornyót. Hogy én a tocshasba fogom rúgni, adok én annak mással esküvőt. Ez az egyszer ellen volt. Korinyó. Ez is elhagyott. Ütött meg ez a cafacűk. Ha nem csoda, mi piáltunk, meg bőrtünk, akkor hazahoztál engem ide, hogy megvigasztalja. Én életemben ilyen jót nem bőrtem senkivel. Csak azzal a szemét Korinyónak. Most tessék, most itt van, most nem akarod tudni, hogy ki vagyok mi. Hát ez az én formám. Hát, hogy én lennék az, aki... Hát akkor megvan a csók a homlokra, az ágyamban. Azt a Mici kapta. A feleségem homlokon csókolta az osztrigás Mici. Szép itt nálad, mucikám. Nem vagyok a mucikád. Kisasz, hogy én komoly ember vagyok, kérem, könyörgök, térde rá a könyörgök, menjen el innen, bármely pillanatban jöhet valaki. Imád. De ne imádjon, öltözön, hol vannak a ruhái? Édes, amikor itt szalad. Tessék, kisasszony, van, itt vannak a ruhái, öltözön, ez a magáé. Ez az enyém? Igen. Most ki vagyok fizetve? Nagy jövő, rálad a te bájos föl! Semmi, rálad a te bájos föl! Öltözön! Ennyi jövő, bájos! A feleséged! Feleséged! Oh. Te nem is mondtad, hogy nős vagy, Mucikám! Jöjjön, bújjon le! Jaj, nem igaz! Hogy is mondtad, nős vagy, 10 éve vagy, hogy házasok. Ő az, aki elhagyott! Nagyon szépen kérem, jöjjön, bújjon le! Miért van itt a már elhagyott? És hogy maradt mellette szűz 10 év? Mucikám! Hagytál most a gondol előzőt, gyere! Tudjuk el valahova, gyere! Eszembe jutott, nem a feleséged a szűz az orgyára, és neki látom az emberek vannak miatt. De menj ilyen! Hozol ammoniákot, de addig is főztem egy kis herbateát. Itt a feleségem, Madame Petitpont! Megbolondultál? Most mutatva a doktornak 10 év ismeretségtől. Azt mondjam? Dehogy is, hát én nem azt akartam mondani, de soha nem hagyhatod végig mondjam. Azt akartam kérdezni, feleségem, Madame Petitpont, nem gondolod, hogy egy kis sét füllett a levegő? Nem. No de drágám, ha te úgy gondolod, széthúzom ezt... Nem kell, mert szerintem a férjed, Monsieur Petitpont szerint sem. Füllett a levegő, sőt, a barátom, Monsieur Mongicourt szerint sem füllett a levegő. Hát én nem is tudom, hogy mi ez a ruhai? A Mici ruhai. Te jó! Hát ez fura, ide küldeni a rendelőbe. Mióta van ez itt? Nem is tudom, hát észre se vettem. Te se láttál semmit, ugye, Mongicourt? Mondj már te is valami légy. Mondd, hogy tévedés volt. Igen, tévedés volt, azonnal visszaküldetem. De hogy lenne tévedés, akiben fura dolog itt leadni a rendelőben? Micsoda? Már ígért a varrónőm az új ruhámat. Na tessék, itt is van. Te új ruhát csináltattál magadnak? Na erről szó sem lehet, ez a ruha neked túl színes. Ne kapkodj, jó? Hogy te milyen brutális lettél. Mit te csináltathatnék magamnak új ruhát? Mikor szóltál ebbe bele, Lucien? Csak nem azt akarod mondani, hogy öreg vagyok egy színes ruhához. Nem. Igen, át fogjuk festetni. Nem. Majd először kimegyek a fürdőszobába, és így egy feltrom.
Na, ez szép. A ruha elkobozva. Most mit csináljunk? Hagyd már be ezt a ronda röhögét. Elhoztam. Na, most meg a másik. Miért vagy ilyen morcos kis harangvirágon? Reggel mindig morcos vagyok. Nagyon szépen kérem, kisasszony, hogy menjen el. Nyugodtan tegezhet. Menjen a felébe! Mondd nekem azt, hogy te... Menj a felébe, te! Hallotta? Nem hallotta? Tűnés! Mi az, hogy tűnés? Nem szoktok ilyen hangon beszélni, hogy tűnés! Ez mások, bocsánat. Mennyivel tartozom? Micsoda? Nos, mennyi? Én nem árulom magam. Én egy színésznő vagyok, nem pedig egy ilyen kis izé. Az másra, nem? Hát nem? Némi kis ajándékot persze elfogadok, amit mire tetszik gondolni? Hát, mit tudom én. Ki fizetett mi a ruhámat, ami rajtam volt az este? Ez csak természetes. Mennyivel tartozom? Hát, mit tudom én. 500 frank. 500 frank? 40 frankot kapok egy vizitért. Na lásd, kivel van dolgod, vegyük úgy, hogy viziter voltál nálam az este, odaadta 40 frankot, vittek! Megőrülök, azt mondja, hogy... 460. Köszönöm szépen, tessék. De most már száj igazán tűnjön el. Szépen jó van, hol a ruhám? Miféle ruhád? Nincs semmiféle ruhád. Nagyon jól nézek így, ahogy vagy. Megőrültél? De azt akarod, hogy egy száz böndölbe kóricáljuk így az utcán? Böndölbe? Hát ki tanította ezt beszélni? Senki! Nem volt nekem se apám, se anyám. Akarod most elmesélem az egész élettörténetemet. És azt van még 40 frank, és vegye újbá, hogy meghallgattam. Nagyon szépen köszönöm. De a ruhámat akarom. Nincs meg a ruhája. Mi van vele? Elvitte a felesége. Az én ruhámról volt szó? Te piszok! Te odaadtad az én legjobb ruhámat a néninek? Most nagyon kíváncsian várom, hogy vajon kifizetted-e nekem az árát. Most fizetted ki az imént? Kifizetted, hogy én hordjam, de nem az, hogy ő. Isten! Fejem is, megmondta apa, mindenben egyek vagyunk, észak felé. Na, most se tudom, merre van itt a doktor. Hozza ide azt a puffot. Ne, puffot, attól lettem rosszul. Hát akkor vigye hátra. Mi szerencsétlenkedik voltak, látja, hogy attól lett rosszul. Ilyen drágák. Jobban vagyok. Jaj, de jobban vagyok már. Tényleg? Annyira. Jaj. Annyira megijesztettél. Ezek a rohamok, jaj, olyan kegyetlenek, jaj, amilyen gyorsan jönnek, olyan gyorsan. Mondj már te is valamit, Morzsikó. Hát igen, igen, hirtelen semmi, aztán roham, és akkor hirtelen meg is semmi. Hála, hála Istennek. Na de most mondd meg nekem, Lucien, mondd meg nekem őszintén. Szerinted normális ez a baj? Hát mondd meg! Kire kapta ezt a ruhát? El se tudom képzelni. Hát tudod mit? Én ezt kivágom. No, de a puppot... Ne! 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 Hát te rosszul eszel nekem. Mi van? Ki maga? Zsandár! Az orleáni szűz! Lucien, hallod? Látod? Lucien nem lát! Lucien nem hall! Lucien nem kiválasztott! Jaj, csak ugyan!
Nem lát semmit? Nem látok semmit. Nem hallok semmit. Te se látsz semmit. Hát már hogy ne látnám? Ugye már is kell hozzám. Már hogy ne látnám magát, Pöti Borjánt, hogy téged is viszi a dobástat. A nő. Kicsoda? Johanna, a szűz, akiben te nem hiszel. Ó, Johanna! Állj! Megállj, Janónél! Térd le! És sűzd le a tekinteted, nehogy megvakítson a tündöklésen. Hát van egy dumája. Meghoztam a szalmi egyszerzt asszonyom. Kit? Kit? Térdre! Etjen! Mi a fene ez? Hallgasson! Itt van! Johanna szűz! Meglátogatott engem! Etjen maga látja őt! Etjen lát engem! Etjen hall engem! Mert Etjen is kiválasztott! Te is kiválasztott vagy Etjen! De se csak félik! És hogy megparancsolom, hogy most fordíts hátat, és háttal menj ki a szobába. De háttal gyere be ezután mindig ide, mert ha nem így teszel, harmadnapra megvakul. Megértetted, Etienne? Igen, iszetszű. Akkor most menj. Beszédem van az asszonyoddal. Menjen, menjen, Etienne, menjen! Megyek, megyek, asszonyom. Csak a szalmiák szesz letette léde a kis osztalra. Aztán már megyek is. Megyek. Gábriel! Nézd rám! Gábriel! Azért jöttem, hogy megmondjam, hogy menj el! Izé! El, Izé! Úgy van! Ki menjek az Elizé palotához! Menj, rohanj! És vissza se gyerek, amíg ötször körbe nem kerültek! És amíg egy férfi le nem szólít! Ó, le nem szólít! Akarom mondani, meg nem szólít! De jól figyelj a szavaira, Gábriel, mert azokban a szavakban lesz elrejtve a te jövőd. Oh. És most menj! Menj! Megyek! Megyek! És húzd be ezt a függönyt, hogy elenyészhessek a földi és légi űr. Milyen kár, hogy nem hiszel. Mi bajod van, drágám? Meséljen. Meglátogatott. Itt volt. Nincs idő. Hát mennem kell. Hova kell mennem? És ki volt itt? Mi nem tudunk semmiről. Johanna, a szűz. Az Elizé palotához mennem kell. Ötször körbe kell járnom, amíg le nem szólít meg férfi. Gabriel, te le akarod szólítani magad? Istenem, Istenem, hát csak nem vagy őrül, hát nem vagy féltékeny, hát ez a szűz parancsa. A jövőnkről van szó. Az más. Akkor erre. Megyek. A fenébe ezt a ruhát, mondd, nem kellene átőrülni. Dehogy nem. Isten őriz, csodálatosan áll magán, Gabriel. Ó, doktor, hogy magam mennyire kedves ember. Na jó, akkor megyek. Jövök majd, megyek, jövök. Jó.